AEG Favorit 78000 IMOP típusú mosogatógépe, egy 12 terítékes, vagyis 60 cm széles készülék, rozsdamentes kezelőszervel van ellátva, A plusz energiaosztályos, az azt jelenti, hogy egy évben 287 kWh áramot fogyaszt, az éves vízfogyasztása 2744 liter, a 12 terítékhez ez nagyon-nagyon jó érték, a zajszintje mindössze 44 decibel, ez is egy nagyon csendes, kiváló érték. A mosogatógépet, hogyha kinyitjuk, a bal felső részén helyezkedik el a bekapcsoló gomb, illetve elől LED kijelzéssel a program választó. A program gomb felette látjuk, hogy melyik program milyen hőfokon mosogat. Nézzük ezeket részletesen. Az automata program egy 45, illetve 70 Celsius fok közötti mosogatás. Intenzív program 70 Celsius fokon. Csendes, ez éjszakai csendes üzemmód 50 Celsius fokon. Egy gyors program 30 perces mindössze, ez 60 Celsius fokon. Itt fontos, hogy itt a mosogatógép nem szárít a végén. Egy energiatakarékos Eco program 50 Celsius fokon, ez ami legjobban ajánlott. 50 fokos program. Egy pohármosó program, ez a leghidegebb 45 Celsius fokos mosogatás, illetve van egy hőfok nélküli, egy hidegvízes zuhany, illetve öblítés program, ez mindösszesen 14 percig tart. Arra jó, hogyha csak félig vagy bármeddig pakoljuk a mosogatógépet, de nem akarjuk elindítani teljes kapacitással, akkor hideg vízzel elöblíti az edényeket, tányérokat, evőeszközöket, így nem szárad rá a zsiradék, ezáltal a későbbiekben akár másnap is elindíthatjuk a teljes programot. Ha kiválasztjuk a megfelelő mosogatóprogramot, kijelzi a készülék, hogy meddig fog tartani az. A mosogatást órás bontásban tudjuk késleltetni, illetve plusz opcióként ugye beállítható egy 3:1-es vagy multitap funkció, illetve egy Öko plusz funkció. Alul a LED visszajelzéssel látjuk, hogy éppen hol tart a mosogatógép, mosogat, öblít, szárít, illetve ha nyitható az ajtaja. Nézzük a készüléket belülről. Ugye egy nagyméretű XXL-es belső. Ez az átlagos mosogatógépekhez képest plusz 4 cm-rel nagyobb átmérő tányér rakható be az alsó kosárba, illetve úgynevezett ProClean szórófej. Ez a jobb tisztítás eredmény érdekében van, több helyre eljuttatja a vizet, jobb mosogatási eredményt érnek ugye. Az alsó tányértartók egy mozdulattal lehajthatók, tehát annak függvényében, hogy több edény vagy lábas, illetve felhajtva több tányér mosogatására alkalmazható. Az evőeszköztartó kosár egy mozdulattal kivehető, ezt így szét tudjuk szedni, tisztán tudjuk tartani. A felső kosár magassága is egy mozdulattal állítható, feje vagy lentebb, annak függvényében, hogy fölülre akarunk nagyobb méretű poharakat, vagy alulra akarunk nagyobb méretű tányérokat bepakolni. A felső rész gumírozott tüskékkel van ellátva, a tány vagy a poharak nem borulnak fel, nem borulnak össze. Oldalt lehajtható talpas pohártartók helyezkednek el. Ezeket egy mozdulattal tudjuk inaktiválni, ha nem használjuk. A felső részen is egy lehajtható apró és csésze vagy tányér tartó, illetve ugyanúgy a másik oldalon is a talpas pohártartó. A mosogatógép legfelső részén a harmadik szórófej található, ez is a jobb tisztítási hatékonyság érdekében. Természetesen a gép belseje abszolút rozsdamentes, egy fontos dolog azonban van, a tisztítás és karbantartás, ezt a szűrőt így egy mozdulattal, de havonta vagy használattól függően célszerű egyszer kivenni és eltisztítani. Ez nagyban hozzájárul a mosogatógép élettartalmának a meghosszabbítására. Már megszokott helyen az ajtóban az öblítő tartály, az öblítőnek az adagolásának az intenzitása 1-től
4-ig állítható. Ez a multitap vagy mosogató szeredagoló tartály, illetve az alsó részen a vízlágyító só tartály, illetve a vízkeménység állító. Hát ez a mosogatógép egy nagyon jó árértékarányú készülék, számos programmal.